A 8. helyen ért célba a Fanándor a Vendée Globe földkerülő vitorlás versenyen, majd 2 nappal később bejelentette, hogy végleg abba hagyja a vitorlázást. A 63 éves vitorlázó pályafutása során 5-ször és egyben utoljára kerülte meg a földet, és most Skype-on értük utol. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Sikerült már regenerálódni? Azt hallottam, hogy nagyon-nagyon sok fáradtság után már egyre nehezebb. Nem tudom pontosan, hol tartok az ügyben, mert hogyha az ember sokáig regenerálódik, egyszer csak átmegy lustaságba, és helyzet csak romlik. Most már valamit kéne csinálnom, olyan érdemes. Dolgozom persze, meg futkározok, teszem, amit kell, de még nem igazán érzem jól magam majd, egyszer csak visszatér a régi énem. De volt egy ilyen nagyon fölívelés, aztán leívelés, és most beállunk megint csak egy jó állapotra. Ezek ilyen hangulatváltozások, hogy az ember nehezen találja a helyét, és egyszer jobban érzi magát, egyszer rosszabbul, vagy van ilyen eufórikus hangulat, hogy végre teljesítettem, és abból nehéz kijönni. Mi történik ilyenkor? Ez lelkileg és fizikailag is egy komoly változás. Egyrészt persze az ember folyamatosan megy fölfele, mert hát van egy fantasztikus cél, amit teljesíteni akar. Ehhez vezet egy út fizikailag, lelkileg, tudásban. És ez csak vége lesz, és ezzel a végével együtt kell élni. Most én ezen dolgozom, hogy a vége ne azt jelentse, hogy számomra egy nagy üresség van az út végén, hanem hogy folytatom az igazi életemet, és ebbe kell visszacsöppennem. Ez napi és óráról órára feladat. Mi ez az igazi élet? Ilyenkor mennyire kell mondjuk a sportot háttérbe szorítani, vagy mennyire kell azért egy kicsit, ugye azt mondják, hogy a sportoló abba, vagy az aktív sportot, akkor kicsit többet teszik a keletén, egy kicsit kevesebbet mozog, vagy sokkal kevesebbet mozog, de egy ilyen teljesítmény után hogyan lehet ezt lecsengetni valahogy? Én teljesen nem tudok lemondani, és nem is akarok a sportról. A normális hétköznapi életemhez hozzátartozik, de nem azon a szinten természetesen. Ilyen 2 naponta elmegyek, csinálok valamit, vagy ha úgy tetszik, néha hetente csak. Egyébként meg hát van a családom, ami nekem a numero egy, és van a cégem, ami meg a megélhetést jelenti, tehát megyek, dolgozom, termelünk, igyekszünk eladni úgy, hogy ki is fizessék, és minden megy tovább. Ez a sport, ami esetleg még itt a háttérben marad, az mi? Szokott futni, vagy esetleg egy kicsit, ha lehet, megy vitorlázni, de már csak hobbiból, vagy most már azt is teljesen leteszi? Nem, hobbiból nem vitorlázok. Ez olyan, mint amikor egy úszót, aki Isten tudja hány napi 20 kilométert leúszik, és amikor véget ér a pályafutása, azt hiszik, hogy hobbiból úszkál egy kicsit, még nem. Én hobbiból nem vitorlázok, víz közelébe sem megyek jelenleg. Az óceán vonz persze, vannak dolgok, amik vonzanak, de most szívesebben kajakozok, és ha van időm, fölülök a biciklire, kimegyek az erdőbe, tekerek egyet, vagy csak futok egyet. Én erdő közelében lakom, és én nagyon jól érzem magam a zöldben. Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, hogy kész ez volt az utolsó? Hát az igazság, hogy talán egy picit el is kiabáltam. Amikor hazaértem, nagyon bennem volt ez, hogy elég volt, nagyon elfáradtam mindenféle értelemben, és jól esett kimondani, hogy itt a vége. De most, hogy egy kicsit elmúltak ezek, már kiürült belőle, sok-sok negatívum, már vonz a dolog, de most jöttem meg Párizsból az IMOCA hajóosztályunk közgyűléséről, és arról kezdtünk vitatkozni, hogy a jövő hajói hogy nézzenek ki, és merre tartson maga a szövetség, hogy alakuljanak a versenyek, mi lesz bent a világbajnokságban, mi nem, és elképesztő vonzást gyakorol az emberre. Ilyenkor mindig nagyon rosszul esik az, hogy Jézus, én már ebben nem vagyok benne, vagy nem akarok benne lenni, hogy van ez? Igen, de azért a hajók építésében azért mindig is benne volt, és azért azt is kijelentette az érkezés után, hogy ezt a sok tudást, amit az óceánról, a tengerről tud, azt szívesen továbbadná. Ezt hogyan ötvözi, vagy esetleg ez ilyenkor mennyire hallják meg a többiek, mennyire jelentkeznek azok, akik igen, szeretnék ezt kipróbálni, és tudják, hogy milyen tapasztalatból mit lehetne megtanulni? Van igény arra, amit az ember tud, tapasztalatra, jó szóra, sokszor azt a részét igénylik a tudásomnak, amit nem szívesen osztok meg, vagy nem, egyáltalán nem osztok meg, mert az nem publikus. Rendezek versenyt a Balatonon, 2 is, mindegyik szólóverseny, próbálom a balatoni vitorlázókat egy picit abba az irányba ösztönözni, hogy hajóban gondolkozzanak, tehát a megkreált, megalkotott hajóban gondolkozzanak, a sebesség ezen a szinten nem megvehető,
ezen a szinten egyszerűen ki kell találni, meg kell csinálni, innoválni kell, küzdeni, sokat edzeni, és ebbe az irányba próbálom a fiúkat terelgetni. Nagyon sokan vevők erre, és megértették, hogy miről szól ez a sportágnak ennek a része, és ugyanakkor látom, hogy az óceáni versenyzés egyelőre még nincs jelölt a hazai vizekről, de van érdeklődés az óceáni vizekről, tehát olyan versenyzőknek tudok segíteni, akik sajnos nem magyarok, de nagyon feltörekvő fiatalok tele vannak ambícióval. És akkor ilyenkor csak tanácsokról van szó, vagy akár ki is kell velük menni edzésre, és ott akár tényleg megmutatni, hogy mit kell csinálni. Hogyan néz ki ilyenkor ez a tudás átadás? Igen, a jövőről beszélgetünk. Nem tudom pontosan, mit fog tartalmazni ez a jövő. Lehet, hogy csak beszélgetés, lehet, hogy gyakorlati teszteket. Azért modern vitorlázáshoz sokan értenek. Kint a francia, angol, spanyol világban a srácok ebben belenőnek. Nem az van, hogy vitorlázgatnak, bólyák körül, és egyszer csak kicsöppennek az óceánra, és ja Istenem, most mi van? Hanem belenőnek ebbe, és mire elérik azt a 23-25 éves kort, mindent tudnak a szakmáról. Nekik inkább a hajóban, a hajó technikájában, annak a hajónak az ergonómiai és a szakmai megvitorlázásáról beszélgetünk, hogy hogyan, nagyon sokat beszélgetünk navigációról, meteonavigációról. Itt is a komputeres világát sokan ismerik, de hogy ezt hogy értelmezzük a valóságban, hogy látok valamit az égen, látok a saját látómezőmben, és azt hogy ötvözöm azzal, amit a komputeren látok. De ebben azért még van mit tanulni mindenkinek, még egy 50 éves vitorlázónak is. Erről sokat beszélgetünk most a Rich Wilsonnak, aki nálam idősebb versenyző, és mögöttem érkezett be a vendéglóban, hogy ez most hogy volt, én hogy mentem, hogy navigáltam, ő ezt csak kívülről nézte, és nem is értette, hogy miért arra megyek, amerre megyek, és soha nem értette, hogy miért vagyok ettől gyorsabb. És meséltem neki, amit tudtam persze, de ennek is vannak intim részei, amiket nem mondok el. Ugye azért a jövőbre egy kicsit csak visszamentünk a Vendée-Globe versenyre, akkor hadd kérdezzek én is még valamit ezzel kapcsolatban. Rengeteg évtizedes tapasztalattal a háta mögött volt valami olyan, ami váratlanul ért, és azt, hogy na igen, erre azért tényleg nem számítottam. Lehet-e még ilyen élményeket vagy tapasztalatokat gyűjteni ilyenkor? Hogyne, hát ez soha nem ismétlődik. Az óceán mindig más, a hullámzás, a szelek, most vagy az óceán folyamatosan változik, a természet maga folyamatosan változik, a természet erői, hogy változnak egyik a másikba, a szélből hullámzás lesz, a hullámzás viszi az energiát és halad, és mindegyikből felhő lesz, eső lesz, jég lesz, sok minden lesz, ezek annyira változó, és ez a változás, ez az állandó. Tehát az ember azt hiszi, hogy kimegy, és van valami, amit valahol elvár, de a világ nem olyan, hozzá kell szokni ez a folyamatos változáshoz, és ezt valamilyen intelligenciával le kell tudni kezelni. A vitorlázás ma arról szól, túl a komputeren, túl a gyors hajón, hogy minden percben kell egy döntést hozni, és ezt végre kell azonnal hajtani, nem kérdés. A vitorlát kell cserélnem, vitorlát cserélek. Nem azon gondolkozom, hogy ja Istenem, 10 percet is cseréltem már, és még ki se pihentem magam. Tesszük, amit kell. És hát ez a fajta együttélés a természettel, ez igen fárasztó és gyönyörű egyben. És ezért sikeres egyébként az üzleti életben is, mert tudja ezeket a gyors döntéseket meghozni, a legváratlanabb pillanatokra is gyorsan reagálni? Lehetséges. Ezen még nem gondolkoztam soha. Én annak idején, amikor hazatértem 97-ben, akkor úgy döntöttem, hogy egy vállalkozást építek, akkor zöldmezős beruházásban építettem egy üzemet, és rájöttem, hogy a piacnak nem hajókra van szüksége, hanem kikötőkre van szüksége, és én arra specializáltam magam. Úgyhogy most kikötőket tervezek és építek, berendezéseket, illetve egész kikötőket itthon, külföldön. Nagyon szeretem, de hát ez is persze folyamatosan a környezethez való alkalmazkodást, a gyors döntéseket és az azonnali minőségi kivitelezést igényli. Különben jön a konkurencia és viszi. Hát ez egy nagyon szép és nemes feladat. Hát remélem, hogy ebben a nemes feladatban, ebben az új feladatban, vagy talán régi, de azért most már véglegesnek tekinthető, ebben is jól érzi majd magát, és aztán ki tudja, talán még az óceánon is láthatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen én is.